Kollégák, akkor értsük meg, hogy hogy is működik ez, mit kell csinálni. Remélem, idáig világos a dolog. Kérem, tartsa fel a kezét, aki ezt idáig érti. Remek, remek. Hát akkor most lépünk a következőre, ami ugyanennek egy rajzolásos megfeleltetése. Tehát ugye az legelső lépés, hogyha szeretnénk alkalmazni technikában genetikus folyamatokat, genetikus algoritmust, először is le kell írnunk a rendszert egy hosszú változó sorra, egy hosszú stringé, hosszú karakterfüzéré, ez az első dolog. Ehhez kell nyilván a szakértő, aki meg tudja mondani, hogy mit érdemes leírni. Ugye sok-sok változó lehet, ezeket mind szépen egymás mellé felsorjuk, hogy milyen sorrendben rajtunk áll, de miután már egyszer ezt eldöntöttük, azt a sorrendet fönn kell tartanunk, mert az fogja megadni ennek az adottnak a struktúráját. Tehát, hogyha szeretnénk genetikusan ezt az egész dolgot folytatni, nem lehet összekeverni a változókat, mert akkor a változók összekutyulódnak. Világos ide. Tehát ő az első leírása, az első pont. A második pont az, hogy kell egy generációt csinálnunk, mert ugye ez egy generáció alapú, tehát populáció alap az egész, kell létrehoznunk egy csomó egyedet. Hogyan csináljuk? Hát random módon. El kell döntsük, hogy hány egyed legyen. Ugye a biológiában azt szokták mondani, hogy egy populáció, egy adott egyednek a populációja, ha 100 alá csökken, akkor az be van kódolva, hogy az el fog pusztulni. Tehát az a lény, legyen az akármilyen kihaló lény, sajnos az a helyzet napjában ezrével pusztulnak el lények a föld felszínén most is, amelyeknek a populációja kisebbé válik, mint 100. Ugye ez nincs kőbevés, hogy pont 100, de hát nagyon kicsivé válik. Ez azt jelenti, hogy nagyon kevés változót tud felhasználni, és ezért, hogyha változik a világ, nem tud hozzá alkalmazkodni, nincs miből meríteni. Tehát az a szép vállalkozás, hogy egy-egy állatkertbe hoznak egy állatot, és az ott magában van, vagy van egy társa, ha csak egy állatpár van, az nem fog fönnmaradni. A Noé annak idején a monda szerint nem egy párt vitt föl, hanem többet vitt föl magával, hogy miért hármat vagy kettőt. Mostani eszünk szerint az is kevés, de hát limitált volt a helye. Ha egy van, az egy darabig fönn tud maradni, az a lény, de azzal, hogy elkezd szaporodni benne a hiba a genetikus struktúrájába, úgymond be van kódolva, hogy az nem fog sokáig fönnmaradni. Tehát kell egy kezdeti populáció. A probléma bonyolultságától függ, hogy hány tagja van ennek a populáció, tehát hány egyedből áll. Ezt eldöntjük, mint változót. Ezek a vízszintes kis mezők az egy ilyennek felel meg. Tehát egy ilyen, egy rendszer leírás az egy ilyen kis vízszintes mező. Nincsenek beúszkodva a vonalkák benne. Ezzel létrehozok az első generációt úgy, hogy minden egyes egyedet akár random módon generálunk. Tehát létrehozunk véletlen számokat, és minden egyes változónál az ő értelmezési tartományába azon belül létrehozunk egy konkrét értéket, azt belérjük abba a változóba. Az összes változóra ezt megtesszük, és hogyha az összes egyednél, az összes változóra létrejönnek ezek a leírások, azt mondjuk, hogy van n darab egyedünk a populációba. Hogy ezek jók vagy nem jók, hát nem tudjuk, mert random módon csinálják a változóikat. Ezért a következő nagyon fontos lépés, el kell döntenünk, hogy ezek most jók vagy nem jók. Tehát ahhoz, hogy egyáltalán lehessen genetikus algoritmust alkalmazni, kell valamilyen jóságmérő, valamilyen kritérium, ami eldönti, hogy az egyik egyed vagy a másik egyed egymáshoz viszonyítva mennyire jó. Ha ezt nem tudjuk eldönteni, akkor nem működik az egész. Ha el tudjuk dönteni, akkor működhet, mert akkor minden egyes ilyen változó sornak a végéhez, minden egyes egyednek a végéhez hozzárendelhetünk akár egy számot, ami megmondja azt, hogy ennek az egyednek mennyi a jósága, valamilyen mérték szerint. Ha ezt így összerendezzük, minden egyes egyedhez hozzáadnunk egy jóságot, akkor indulhat el a genetikus folyamat. Mert megvan a három feltétel, a rendszerleírás, a populáció és a jóságmérés. Ha ez a három dolog megvan, ezzel már létre tudunk hozni egy újabb populációt, egy újabb részét ennek az egésznek, egy második generációt, és a kettő között van a genetikus algoritmus, mert ezek itt szépen egymást követik, és az egymást követők között ott vannak benne a genetikus algoritmusok. Ezt szerettem volna világossá tenni, hogy lehet, hogy ezek is sokan úgy nevezik, hogy ez is genetikus algoritmus, a rendszerleírás, az nem, az az előkészítése. Ahhoz, hogy genetikus algoritmus lehessen alkalmazni, az biztosítani kell a három feltételt, a rendszerleírást, a kezdeti populációt és a egyedek értékelését. Ha ez megvan, akkor létre lehet hozni a genetikus algoritmus sorozatot, aminek az lesz az eredménye, hogy a kezdeti generációból egy újabbat hoz létre. Aztán, hogyha ezt megint elemeztük, ugye, ez csak azt hozza létre az új egyedeket, de az, hogy ezek jók vagy nem jók, azt ki kell próbálni. Tehát akkor megint kell alkalmazni ezt a hármast, tehát egyedeket értékelnünk kell, és hogyha értékeltük, és nem megfelelő valami miatt az eredmény, hát akkor megint alkalmazzuk a genetikus algoritmust. Meg megint. A természetben úgy gondoljuk, hogy nincsenek vége.
Mert az egésznek az a célja, hogyha változik a világ, akkor ezekkel a módszerekkel olyan egyedek válogatódjanak ki, amelyek tudják követni ezt a változást. Ha változik az egész, akkor vele együtt megy az egész populáció. A technikában nem ilyen bonyolult, ez egy sokkal egyszerűbb. Van egy célunk, hogy mit szeretnénk elérni. Például a turbinára visszatérve, hogy milyen teljesítményű turbinát. Random módon generálunk egy csomót, betesszük a szimulátorba, szimulátornak megnézzük, mi lesz az eredménye. Aztán, hogyha nem egészen jó, nem vagyunk megelégedettek, alkalmazzuk a genetikus algoritmust, az összekombinálja a régi változókat újjá. Ha szerencsénk van, jó irányba megy, mert a jókat kombináljuk össze, és ezért, ha szerencsénk van, akkor jó irányba megy az egész. Létrehozza a második generációt, megint értelmezzük. Hogyha még mindig nem jó, akkor megint létrehozzuk a következő generációt, és megint megnézzük őket. És ha egyszer találunk egy olyat, ami jó, akkor azt mondjuk, hogy jó, kész. Tehát akkor megállhatunk. A technikában megállhatunk. Az életben nem állunk meg, mert nem az a cél, hogy megtaláljuk a lehető legjobbat, hanem az a cél, hogy az élet fönnmaradjon. Ez más, más a célja az egész történetnek. Remélem világos ez a történet. Na most, ha szeretnénk megérteni, mi van itt a GA-val nevezett helyeken, ez a következő lépés. Hát vannak operátorok. Egyszerűek meg bonyolultak. Az egyszerű hármat szokás használni, a technikában rendkívül szűkagyúan az első három operátort szokás használni. A kiválasztást, a keresztelést, meg a mutációt. Ráadásul kiválasztás mindig kell, mert el kell dönteni, hogy melyik egyedek adják át az információt a következő egyedeknek. A kereszteződés hordozza a legfontosabb operátort, és utána néha mutálunk is egy picikét. Korábban azt gondolták, hogy az életet, az élet alkalmazkodását a mutáció segíti. Most úgy gondolják sokan, én is ezek közé tartozom, hogy a mutáció az egy picike, szükséges, de sokkal kisebb része, mint maga a kereszteződés. Tehát a kereszteződés azt jelenti, hogy már eleve benne van az információ, csak nem jó kombinációba. Ezzel a módszerrel ki tudjuk keresni a jó kombinációt, és ha szerencsénk van, akkor teljesen jó megoldást találunk. Ha addig próbálkoztunk, ameddig csak türelmünk volt, és még mindig nem jó, hát akkor jön be a mutáció, ami teljesen új változókat hoz be, hogy hogyan rögtön megértjük. Ide visszatérve, ezek az alapoperátorok rögtön megbeszélik, hogy is működnek. Aztán vannak különböző alacsony és magas szintű operátorok, amelyek az egész populációra vonatkozhatnak, vagy az egyes egyedeknek a dominanciáját, vagy a működését tudják változtatni. Ezek az egyes operátorok, amik itt tartanak, megint olyanok, ami a Nobel-díjat szokás kapni. Csomóan kaptak érte a Nobel-díjakat. Ezekért a funkciókért, egy-egy funkciónak a megfejtéséért, hogy a természetben egy-egy gént hogyan lehet lehalkítani, hogyan lehet kierősíteni, vagy hogyan lehet bármit is kezdeni vele, valamilyen operátort, azért szokás Nobel-díjat kapni, mert tényleg annyira fontos. Mert hogyha egy gén hordoz valamilyen betegséget, az milyen fontos, hogy ki tudjuk kapcsolni. Meg lehet mondani, hogy azt ki kell kapcsolni ezt a pontot. Mert ha kikapcsoltam, akkor nem jelenik meg mondjuk az a hatás. Hát ilyen érdekes dolog, és vannak populáció szintűek is, amelyek az egész populációra vonatkoznak, és nem csak egy egyedet befolyásolnak, hanem az egészet. Ezekre nem nagyon részletesen tudom kitérni, csak szerettem volna jelezni, hogy nagyon széles a tárháza a genetikus operátoroknak. A jó hírem az, hogy az első hárommal is el tudunk indulni. És csodája, egészen jó eredményeket tudunk elérni. Ha nem foglalkozunk ezzel a bonyolult világgal, aminek a vége szinte végtelen, csak az első hárommal már az is egész jó dolgokat lehet csinálni, és viszonylag hamar, élvezetes módon. Nézzük meg az operátorokat, ezt az E3-at, a legegyszerűbbet, azért, hogy világosan értsük, miről van szó. Hát először is az első dolog, hogy ki kell választanunk azokat az egyedeket, visszalépek ide egy kicsikét ide, ki kell választani azokat az egyedeket, amelyiknek az információját szeretnénk átadni az utódoknak. Ezt hívjuk úgy, hogy szelekció. Legalább kétféleképpen lehet csinálni, két szélsőséges módon. Az egyik szélsőség, hogy azt mondjuk, hogy megnézzük mindegyiknek a jóságát, aztán sorba rendezzük őket. Azt, aki egy jó szint fölött van, azoknak azt mondjuk, oké, ti mehettek. Ti bizonyítottátok, hogy ti jók vagytok, ti mehettek át. Hát a kódjukat innen átmásolom ide a másikba. Mi van a többivel? Hát azoknak annyi. Azoknak a kódja nem adódik át sehova. Az ott maradt, véget ért velük a történelem. Kellően megdöbbentő, hosszasan nem szeretném ragozni, csak utalok rá, néhány mondat erejéig. A természetben is, mivel ez egy fontos dolog, időről időre fölbukkanak olyan nézetek, hogy a társadalom felelőssége kiszelektálni a gyengéket. Mert a gyengék csak eszik a többieknek a kenyerét, tehát ezért legalább két szinten lehet ezt kezelni, vagy úgy, hogy legalább szaporodni ne tudjanak, vagy ne is egyenek egyáltalán. Na most elég szörnyű ez a gondolat, ugye?
Nem kell nagyon visszamenni a történelembe, nem szeretném most történelmi órát tartani, vagy ehhez kapcsolódó dolgokat részletesen elemezni, de gondolom többeknek van én emlék, vagy ilyen gondolat, hogy mi is történt ilyenkor. Szörnyűséges dolog, ugyanakkor bizonyos szempontból logikus. Mert hogyha azt mondjuk, hogy az intelligencia meghatározza a sikerességet, meg az alkalmazkodás, az életben maradásnak a feltétele, hát aki nem tud alkalmazkodni, hát akkor hogyan fog valamit elérni? Ha nem tud semmit elérni, akkor eszi a többiek kenyerét. Szörnyű gondolatsor, ezért sokan szélsőségesen azt mondták, oké, hát így kell csinálni, és a társadalomnak ez felelőssége. Én személyesen úgy gondolom, messze nem jó ez a dolog. Azért nem jó, mert ha csak egyszer technikai példát nézünk, az egésznek a célja az, hogy kövesse az életet. Van egy adott kritérium, mondjuk a bőrszín, a hajszín, ami azt mondja, hogy jelen pillanatban ez most sikeresnek tűnik, mert meg tudom különböztetni, ki hozzám tartozik, már mi családunkba tartozik, hogyha olyan színű a bőre. Aztán közben kiváltozik a világ, és kiderül, hogy az abszolút irreleváns az a dolog. Ugyanakkor meg az összes, aki nem olyan volt, azok elvesztek, mert hát úgy csinálta a társadalom, hogy azok ne legyenek meg. Tehát nagyon nagy baj, hogyha beleszólunk ebbe a dologba, és azt mondjuk, hogy valamilyen művi szempont szerint egyszer csak durván kiválasztjuk azt, hogy ki az, aki túlélhet, ki az, aki nem. Ezt különben úgy hívták, hogy elitista kiválasztás. Csak az elit mehet tovább, aki meg nem elit, az meg nem mehet tovább. Világos, ugye? Van egy másik megoldás is, aminek a példája inkább biológiai. Ez a másik, ez társadalom. Az emberek eldöntjük, hogy ki az, aki fölötte van, aztán a többinek annyi. Van egy biológiai megoldás is, ezt, amit úgy nevezhetnénk, hogy jóság arányos kiválasztás. Az egyszerű szemléltetés végét úgy szokás ezt nevezni, hogy rulettkerék kiválasztás. Nagyon egyszerűen értjük, hogy hogy működik. Ha van mondjuk összesen abban a populációban 1, 2, 3, 4, 5, 6 elem, 6 egyed. Tehát a populáció csak 6 egyedből áll. Mindegyiknek kiszámoljuk a jóságát, és ezek alapján, hogyha megvan a jóságok, ki tudjuk számolni a relatív jóságát, hogy meg tudja mondani, hogy az összeshez képest ők mennyire jók. Hogyha azt csinálom, hogy egy rulettkereket, egy asztalon lévő kereket, a relatív jóság arányosan felosztok. Tehát azt mondom, a legjobbnak ilyen nagy lesz a területe a többihez képest. Azt mondom, hogy az egész az egy, és annak ennyi százaléka azt tartozik az A elemhez, mert annak nagy volt a relatív jósága. A B elemnek meg ekkora, a C-nek meg ennyi, a D-nek meg ennyi, és így tovább. És ezek után megpörgetek egy rulettkereket, azt ahol megáll, az a bingo, az lesz kiválasztva. Ez azt jelenti, hogy nyilván akinek nagy a területe, nagy az esélye. Akinek kicsi a területe, kicsi az esélye. De van. És nem az, hogy csak aki fölötte van a színnek, az mehet tovább, hanem ott van benne a véletlen. Mi véletlen, mert a jövő is véletlen, minden véletlen. Hogyha nem tudom, hogy merre megy a jövő, akkor jó, hogyha benne hagyom a véletlent, és meg tudom tartani legalább arányosan a mostani szempontokat figyelembe veszve, hogy arányos az egész, de ugyanakkor megmarad az esély annak, hogy aki nem annyira jó, az is fönnmaradhat. És majd egyszer, hogyha jóvá válik, akkor az ő relatív jósága rögtön megnövekszik, és akkor majd azok a tulajdonságok fognak tovább öröklődni. Na hát ennek az algoritmusát nagyon könnyű megfogalmaznunk. Ugye itt vannak paraméterek, hogy mekkora legyen a populáció mérete, milyen lenne a reprodukciós állandó, hogy növekszik, vagy csökken ez a populáció, neket el kell döntsünk. És most hogy lehet ezt megcsinálni? Hát csinálunk egy algoritmust. Mielőtt ezt megmutatnám, itt volt a második pontként, ez ugye ez az elitista megoldás, amikor csak a jókat alkalmaztuk. Na hát akkor nézzük meg, hogy működik ez az algoritmus. Mielőtt olvasjuk a szöveget, hadd mondjam el szavakban. Az a lényeg, hogy a relatív jóság arányosan kéne kiválasztanunk az egyedeket. Ezt úgy tudjuk csinálni, és mindegyiknek kiszámoljuk arra a jóságát. Az adott jóságát. Hogyan? Teszteljük, függvényt használunk, amivel tudjuk mérni az egyedek jóságát. Hogyha ez megvan, akkor mindegyiknek lesz egy értéke. Összeadjuk az egészet. Aztán minden egyes konkrét értéket elosztjuk ezzel az összeggel, így megkapjuk a relatív jóságot. Hogyha ezt most a relatívokat összeadjuk, kiadja az egyet az egész, mert relatívan az egészhez képest ez ilyen százalék, olyan százalék, amolyan százalék. Ez alapján tesszük majd fel a rulettkerékre. Mivel technikában ezt nehéz rulettkeréket építeni, mert nem vagyunk asztalosok, csinálunk egy tartományt, és minden egyes tartomány részhez hozzárendeljük egy-egy egyedet. Arányosan, a relatív jóság arányosan. És amikor ez megvan, ahhoz, hogy melyik egyedet válasszuk, generálunk egy véletlen számot az egész tartomány hosszára nézve, azt ahol a szám mutat, azt az egyedet kiválasztjuk. Azt áttesszük az új egyedbe, új populációba. Hadd kezdjem meg, világos ez? Nos, ezek után önök ezt a szöveget, amit itt látunk, ezt simán olvassák, mert ez egy jó kis algoritmus, nekünk ilyenre áll az azt, hogy eszünk, egyedek jóságát meghatározzuk, összeadjuk őket, szummázzuk, aztán utána a relatív jóságot kiszámoljuk, úgyhogy ezt az egyedeket elosztjuk ezzel a szumma értékkel, és utána egy és száz közötti szám hozzárendelését minden tagjához a relatív jóságnak megfelelően. Aztán generálunk egy véletlen számot egy és száz között, azt kiválasztjuk az egyedet.
És az, hogy az M az mekkora, hát ha azt akarjuk, hogy az M az ugyanannyi legyen, mint az előző populáció, akkor egyenlő lesz. Ha nem, akkor növekszik, ha nem, akkor meg csökken. Eldöntjük, hogy növekszik a populáció, vagy csökken. Nagyon laza és pontatlan példát mondva. A Földön, ahol nagyon nehéz a viszony, nagyon nagy a halandóság, mert nagyon rosszak a körülmények, ott lehetőség szerint nagyon sok gyerek születik, mert akkor van esélye annak, hogy fönnmaradjanak. Tehát ott növekszik a populáció. Ahol nagyon stabilak a viszonyok, ott ez beszűkül, mert ugye a kevés is esélyt ad arra, hogy fönnmaradjon. Csak utána a természet csapdája, hogy például a fejlett országban, lásd nálunk is, meg máshol is, a populáció folyamatosan csökken. És egyszer el fogja érni ezt a kritikus szintet, amikor nincs mit csinálni. Attól még messze vagyunk, hogy a genetikus dolog miatt nincs mit csinálni, csak hát ugye jönnek a migránsok, meg jönnek minden mások, akik meg kitöltik a teret, és innentől kezdve, aki meg addig ott volt, annak meg annyi lesz. Úgyhogy ezért nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket a dolgokat a társadalom valahogy kezelje rendes. Ha nem kezeli, akkor majd a biológia megoldja a problémát. Nem olyan hosszú távon megoldja a problémát. Tehát visszatérve ez a történethez, ez a rulettkerék kiválasztási algoritmus egyszerű, ugye? Annyiszor forgatjuk meg a rulettkereket, amennyi az M. Hogyha az M az nagyobb, mint az N, akkor növekszik a populáció. Ha kevesebb, akkor kevesebb. Másként fogva, annyi gyerek születik. Ha kevesebb gyerek születik, mint amennyi eddig született, akkor csökken a populáció. Ha meg több, akkor meg növekszik. Önöket, mint fiatal embereket is ez közvetlenül érint. Remélem önöknek lesz olyan lehetőség, hogy kihasználhatják azt a társadalmi segítséget, amit sokakban fölmerült. Nem akarok politizálni, de ugye most fölmerült az, hogy a három gyerek az már kicsit növekvő populációt fog hozni. A kettő az éppen szinten tartó, az egy meg mindenképpen szűkülőt hoz. Tehát logikus lenne, hogy kicsit növelő legyen a populáció, ezért nem kettő, hanem három gyerek kérne, mert abból több esély lesz, hogy fölmarad az adott nemzet. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Nagyon kiváló emberek Magyarországon ezt már évtizedek óta hirdetik, hogy meg kell teremteni a társadalom alapját annak, hogy ne csak két, meg egy gyerek szülessen, hanem legalább három. Ha több, akkor még jobb a helyzet, mert akkor még inkább fönnmarad az élet. És fönnmarad az a kultúra, amire büszkék vagyunk meg, amit az elődeink létrehoztak. Na tehát így néz ki ez a rulettkerék szelekció, remélem világos. És akkor nézzük, ez volt az első algoritmus. Jön a második algoritmus, az pedig a kereszteződés. Az előbb azt mondtam, hogy ez egyik domináns módja az információ kombinálásának. Ugyanis, hogyha ez a sor, amit itt látunk, ez nem más, mint egy ilyen string, ami a technikában az adott leírását jelent az adott rendszernek. Ez az egyik egyed, ez meg a másik egyed. Ha ivaros a szaporodás, akkor az azt jelenti, hogy két egyed van. És a két egyedből jön létre az újabb leszármazott egyed. Hogy egyszer legyen kezelni, meg úgyis robusztus az egész teljesen, úgy szokás itt a technikában csinálni, kiválasztunk két egyedet túlélésre, átmásoljuk a tartom az információt az új populációba. Azt utána, amikor átmásoltuk, akkor kijelöljük őket szülőnek. Az egyiket az egyik szülőnek, a másikat a másik szülőnek. És mivel a string struktúrája ugyanaz, tehát a karaktereknek az értelmezése ugyanazon a pozíción, ugyanaz mindegyiknél, csak a változók értéke más mindenütt. Hogyha kijelölök egy pontot benne itt, és azt mondom, hogy ezen a ponton a benne lévő tartalmat megcserélem, a változók értékét kicserélem, akkor ebből az lesz, hogy az egyik leszármazott, ez az X-vesző, az úgy fog kinézni, hogy az elejes stimmel a szülőjével, ezzel a szülőjével, a másik része meg azonos lesz a másik szülőjével. De mivel más változók vannak benne, hát nyilván ez egy másik egyed. Ugyanúgy a másiknál szintén ugyanez a helyzet, ott meg fordítva ment a cserélés, ott meg ez az alsó része egyezik ezzel a szülővel, ez a másik része meg a másik szülővel. Világos ez belátni, hogy itt nincs kőbevésve, hogy hányszor kell csinálni. Ezt lehet egyszer is megcserélni a közepét, meg lehet részenként is sokszor csinálni. Ugye? Ez egy paraméter a folyamatnak, nem tudjuk, a biológiában se tudjuk, hogy hányszor cserélődik meg ez, amikor a két szülő kromoszóma összeír egymásra, vagy két információhordozó, hogy az hány ponton cserélődik, nem egy ponton, az biztos. Mert a tulajdonságok egy nagy részét kapjuk az édesanyjától, másik részét az édesapánktól, ők meg azt kapták az ő szüleiktől, de hogy az hány ponton, hogyan lehet összekombinálva, hát ezt nem tudjuk, de nem egy ponton, az biztos. Amikor a technikában alkalmazzuk, el kell döntsük, hogy melyik az a pont, hány pont van, és azokon a pontokon egy össze kell cserélni az információtartalmakat. Ez ugye azt fogja jelenteni, hogy új egyedek jönnek létre, amelyeket meg kell próbálni, majd ki kell tesztelni. Vagy ha függvényben kiszámoljuk a függvénybe, ha nincs függvény, akkor teszteljük. Tesztelés fog hozni egy fitness értéket, azt utána lesz egy relatív fitness érték, és majd a következő esetben erre fog alapozni a továbbmenete. De még nem tartunk ott, mert a harmadik lépés az az, ebben a nagyon egyszerű lépéssorban,
hogy mutálhatunk is. Tehát nem csak keresztezők a tartalmak, az információkat, hanem mutáljuk is, ami azt jelenti, hogy ha van egy ilyen karakterfüzérünk, itt vannak benne a változók egymás mellett. Bizonyos változókat kijelölhetünk, és azt mondjuk, hogy jó, ennek a tartalmát picit megváltoztatjuk. Mennyire? Hogy az értelmezés tartományon belül legyünk. Megint fontos változó, hogy hány helyen csináljuk ezt. Meg amikor csináljuk, akkor mekkora változást engedünk meg, mekkora ugrást abba a térbe. Picikét vagy nagyot? A biológiában azt gondoljuk, a pici változások dominánsak. Ha nagyon nagy a változás, akkor az egyed nem éri túl. De hogyha pici változás van, akkor túléli. És hogyha a hegy környezet azt támogatja, és azt mondja, hogy hű, ez sokkal jobb. Sokkal jobb mondjuk a meleg évben a barna bőr. Akkor nyilván azok az egyedek fognak fönnmaradni, akik barna bőre, mert jobban felszívja, vagy jobban ellenállóvá teszi az illetőt a napsugárzásra, aki meg fehérbőrű, ott meg rögtön az UV üti a DNS-t, és rögtön tönkre, és rögtön elkezd burjánzani a bőre, tehát elpusztul. Tehát ilyen egyszerű okok határozzák meg azt, hogy milyen tulajdonságok maradnak fönt, nem egy lépésben, hanem ciklikusan, néhány generáción túl. Nagyon fontos üzenet volt abban a kis rövidke 4-5 perces videóban, amit a végén mondtak, esetleg nem esik le nekünk a tantusz, nekem se, hogy nem tudatos bennem, pedig kéne nagyon legyen, hogy az egész élet ciklusokból áll. Minden ciklusokból áll. Ez a genetikus algoritmus ezt kimondottan mutatja. Mert csak akkor tud mutatni, hogyha lezajlott egy ciklus, elemzem, aztán valamiatt nem olyan jó, mint ahogy szerettem volna, meg változik, akkor jön még egy ciklus. Egy állandóan ciklusok jönnek egymás mögött. Ez a dolgok rendje. Az egyik ciklus lezajlik, jön az újabb ciklus. És miért jó, hogy ez így van? Persze az, hogy jó vagy nem jó, az ugye az értékítélet. Minden esetre könnyű belátni, hogyha változik a világ, akkor egy kialakult struktúra nem maradhat van fölörökké. Akármennyire is jó. Lehetnek kivételes egyedek, mint ez a szép szitakötő, amit itt mutattam az egyik első órán. Ami szerencsés módon vagy úgy jött létre, hogy az elég jól bírja a gyűrődést. Ha jól bírja a gyűrődést, nem kell sokat változtatni. Ezért nem is változott sokat, az olyan maradt örökli. De másik lények, mint például a mi emberek, az elődei nem bírták a gyűrődést. Nem bírták a hideget, nem bírták az ezt, azt, amazt, kellett kommunikálni, tehát kellett, volt rajtuk egy óriási nyomás, hogy változtassanak, mert az, ami régen volt, az nem volt jó. Nem volt megfelelő, nem volt túlérőképes. Ezért ránk nagyon is hatott, és ezért óriásit változtunk. Hát az ősemberhez képest elég sokat változtunk, legalábbis megjelenésében is, meg azért lehetőségeinkben is sokat változtunk. Na tehát így néznek ki az alapoperátorok. A jó hír az, hogy ezeket alkalmazom, már lehet egész jó dolgokat csinálni. A rossz hír az az, hogy amikor elkezdjük alkalmazni a gyakorlatba ezt a dolgot, akkor kiderül, hogy azért vannak problémák. Persze, mi mindennel vannak problémák. Az egyik ilyen probléma, könnyű belátni, hogy amikor a kezdeti populáció, amit éppen elemzünk, abban vannak nagyon-nagyon jók relatívan, és a kiválasztás a relatív jósággal arányos. De ennek az lesz a következménye, hogy a következő populáció már szinte olyanok lesznek, mint ami a jó volt az elsőben. Tehát, hogy vannak nagyon domináns egyedek, akkor ezek rögtön dominánsá válnak, és a kevésbé jók meg rögtön kihalnak az egészből. Világos, ugye? A másik véglet. Ha meg tök egyformák majdnem, tehát nagyon kicsi a különbség a jóságuk között, akkor nincsen úgymond szelekciós nyomás, akkor mindegyiket válogatjuk, és nem megy sem erre az egész. Akkor meg nem változik semmit. Na hát az ilyen jellegű problémák kiküszöbölésére nagyon sokszor azt javasolják, hogy vezessünk be úgynevezett fitness transformációt, ami az elején, amikor kezdjük az egész genetikus folyamatot, a szélsőséges fitness tartományokat összenyomja egy kis tartományba, ezzel megakadályozunk azt, hogy nagy szelekciós nyomás legyen a nagyon jó irányába, amíg benne maradjon mindenki. Azt, amikor már kezd kialakulni, hogy megyünk valamerre, és már kezd jó lenni, és egyformákkal kezdenek válni a fitness, akkor meg szét kell húzni az egészet. Tehát kell hozzá valami olyan képlet, ami az új fitness értéket a generáció számtól függően valahogy meg kiszámolgatja. Hogy ez milyen képlettel zajlik, ezt úgyis meg kell néznünk akkor, tehát nem kezdem ezt elemezni, csak példaként mutatom, hogy egy képlettel át tudjuk számolni az aktuális fitness értéket egy új fitness értékre, attól függően, hogy milyen a populációnak az állapot, hogy hol tartunk. Világos, ugye? Hogyha ezeket így mind megcsináljuk, akkor ezek után szépen létre tudunk hozni egy genetikus folyamatot, és tulajdonképpen szinte bármilyen keresési problémát megcélozhatunk vele, ha tudunk reprezentációt létrehozni, populációt generálni random módon, és tudjuk, hogy mi a jó. Tehát tudjuk mérni valahogy az egyedeket. Ha ezt tudjuk, innentől random módon lehet keresni. Ezért azt lehet mondani,
hogy itt vannak a fontos előnyöket, összesoroltam, felsoroltam, és remélem teljesen magukért beszél, egyszerre párhuzamosan több pontot vizsgál. Ez önmagában jó, gondoljunk arra a bonyolult hegyre, amivel kezdtem az órát. Hát ha nem egy bolyongóval, hanem sok bolyongóval, hát egyszer sok mindent tud kipróbálni. Ugyanakkor csak a jellemzőkkel foglalkozik, az értelmezésüktől nem tud, hogy minek értelmezzük azt a változót, maga az algoritmus nem törődik vele. Mert se a szelekció, se a keresződés, se a mutáció nem nézi az értelmezését a változónak. Csak azt nézi, hogy melyik pozícióban és mi az értelmezési tartomány. Tehát egy random dolog, nem kell hozzá szakértő. Aztán véletlenszerűen változókkal dolgozik, ezért a lokális minimumokra nem érzékeny, mert nem ragad be a lokális hegyekbe, vagy a völgyekbe. Mert nem egy grádiens módszer, ami mászik fölfelé lassan, hanem kombinálja a változókat. Random módon ráadásul. És mivel a keresési szabályok nem determinisztikusak, hanem valószínűségiek, ezért akár NP-teljes problémát is keresgethetünk vele elég jó. Most hadd mutassak mit erre egy kis rövid szimulációt. Szóval nagyon tanulságos nézegetni otthon is, hogyha van kedvük hozzá. Bemegyünk itt ebbe a WordFi-ba, ahol a javasolt irodalmak vannak, és azt mondja, van egy ilyen, hogy az utazó ügynök problémája 4 algoritmussal. Tanultuk őket. A 4 algoritmusból 3-at tanultunk, most megnézzük a negyediket, amit most nézünk itt hozzá. Rákattintok. Az a lényege a történetnek, nem tudjuk végignézni az egészet idő hiányában, de akarják otthon majd végignézik, hogy a 4 különböző algoritmus szépen végigfuttatja. Először itt azt látjuk az elején, hogy föltesz összesen 200 várost. Na most az előzők alapján tudjuk, hogy 200 város elég nehéz probléma, mert 200 faktor per 2n a lehetséges utak száma, amelyet egy gigantikus szám, nincs az az idő, meg az a lehetőség, amely ezt ki lehetne számolni. Tehát az, hogy sorba rakjuk őket, aztán kipróbálgatjuk, hát az aztán végképp nem megy. Mit csinálunk? Keresünk. Hogyan keresünk? Hát valahogy, ahogy tudunk, ahogy bírjuk. Az első keresési forma nyers erővel random módon keresünk, ami éppen összejön. Most ez azért szép kis ábrázolás hozzá, mert ugye látjuk a várost kiterítve egy ilyen síkba, és azt mondjuk, hogy kezdjük egyik pontból, kiválasztunk egy másikból, puty, oda megyünk. Szóval kiválasztunk, hogy puty, oda megyünk. Aztán puty, oda, az össze-vissza vándorolunk, és hogyha az utazóügynök problémát valósítjuk meg, akkor egy városban nem megyünk el kétszer, úgyhogy előbb-utóbb minden össze lehet cikázva mindennel, meg lehet mérni az utak távolságot, és kiderül, hogy ez milyen hosszú. Ha kiderül, hogy nagyon hosszú, hú, de hosszú, akkor mit tudunk csinálni? Kezdünk egy másik keresgélést. Meg egy harmadikat, meg egy negyediket, csak az a baj, hogy 10-30-an vagy 50-en keresgélést kell csinálni, hogy el tudjuk dönteni, hogy végül is melyik milyen jó. Melyik a legjobb? Na hát így néz ki, hát nézzünk egy picit bele az elejében ennek a folyamatnak. Mindjárt felrakja a 200 várost, és akkor szerencsére a keresgélés már elég gyorsan zajlik, azt majd látjuk. Hát ennél a valóságban ugye egy számítógép sokkal gyorsabban tudja ezt csinálni, sokkal-sokkal gyorsabban, de hogy látjuk itt, mi történik, és szép szemletes, kötögeti az összes városokat, és akkor előbb-utóbb el fog jutni egy elég nagy számhoz, amikor minden egyes pucukához megy egy vonal, egy kék vonal. Azt látjuk, hogy 327.452 a hossza ennek az egésznek. Hát akkor most menjünk tovább. Ez a második, ez az úgynevezett mohókeresés. Múltkor nem hangsúlyoztam ki, ugye az a mohókeresés, amikor van egy jó lehetőség, rögtön azt választjuk. Ez a mohó, angol greedy. Ugye amikor van egy ilyen, rögtön belezúgunk abba, és rögtön a legjobbat választjuk a kapásból. Hát ez azt csinálja, elindulunk egy pontból, az mindig, ami a legközelebb, arra megyünk. Aztán ez azt csinálja. Tök jó ugye megoldás. Hangsúlyoznám, ugye ez egy logikus döntés, mert minden pillanatban lehető legjobb döntést hozzuk. Mindig a legközelebbihez megyünk. Na de hát azért most már tudjuk tanulmányunk alapján, hogy ez globálisan nem biztos, hogy a legjobb. Ez lokálisan jó döntés, de globálisan nem mindegy. Nem biztos, hogy jó. Hát ezt nézzük meg, hogy ez hogy megy. Hát itt próbálkozik ezzel az egésszel, és akkor ugye látni is ezen a ponton, hogy minden adott ponthoz a legközelebbi ponthoz megy éppen. Hát teljesen jó megoldás, logikus, és lehetne indokolni. Hát persze, mindig a legjobb döntést hozom. Csak hát sajnos a vége az azt jelenti, hogy 36 ezer ezért tartozik hozzá, 36 ezer a végső szám ennek az egésznek. Nyilván akkor, hogyha abból a pontból indultam, egy másik pontból indulok, akkor más szám adódik. Tehát ezért most az lenne a feladat, hogy végigjárjam a legrövidebb úton, meg próbálkozni kell. Elindulok innét, mindenütt bemegyek a legrövidebb úton, elindulok egy másikból, bemegyek minden rövidebb, és így tovább. És a végig kéne próbálni a 10-30-a lehetőséget, vagy 50-et, hogy ezt meg tudjam oldani. Következő megoldás, ugye ez a
Ez az optimális megoldás, ráadásul rangsorolom. Mindig megnézem, milyen lehetőség van. Célfüggvényem, a célfüggvény alapján rangsorolik, és akkor itt lehet látni, hogy ez hogyan is zajlik. Az optimum kiválasztása, mindig az optimum döntést hozom, és akkor ezzel végül előbb-utóbb el fogok oda jutni, hogy egy hangyány, itt ebben az esetben egy hangyány jobb eredményt kapok, mint a gridivel, ezzel a mohóval. Előbb-utóbb az összeset lefoglalta, és akkor végül is eljutunk majd 31.887-hez, milyen hossz az út. És akkor most nézzük, mi lesz a genetikusnál. Hát, ugye az egész teret kell populációként, meg először is reprezentációt kell csinálni, aztán populációt kell csinálni, azt ezeket versenyeztetni kell egymást, és minden egyes útnál ki kell számolni, hogy melyik milyen jó, és amikor kiszámoltam, hogy az milyen hosszú, akkor a legrövidebbeket azokat összekombinálni, kereszteződéssel meg mutációval, létrehozni egy új populációt, megint kielemezni őket, megint kiválasztani jókat, azt megint össze. Ez itt azt látjuk, hogy egy dzsumbúj van kapásból, mert ugye minden, van egy csomó egyedebb, egy populáció van fönt, ez is szépen fut végig rajta. Nagyon fontos tanulság, hogy a genetikus most nem egy gyors megoldás, ez egy borzasztó lassú megoldás. Ha gyors gépünk van, akkor szerencsére azért haladunk valamelyre, de rengeteg generációt végig kell futatni. Sokszor több 10.000-100.000 generációt végig kell futatni, hogy abból valami kisüljön. Aztán lehet, hogy nem sül ki, akkor vissza kell menni az elejéhez, változtatni a paramétereket, aztán megint játszani vele egy kicsikét. Hát ez itt most megy elég sokáig. És amikor végül is eljutunk odáig, akkor azt lehet majd látni a legvégén, hogy hát most nem várjuk ki, mert elég sokáig tart, ez arra is szemléltetés, hogy a genetika az egy lassú folyamat. Tehát a genet nem egy pik megvan. Múltkor is mondtam, hogy ha van egy képlet, azt alkalmazni kell, nem kell variálni. Ha nincs képlet, nincs szabály, hát akkor kell keresgetni, és a keresés között óriási különbség lehet időben meg eredményességben. A genetikus algoritmus eredményes lehet, de rengeteg idő tartozik hozzá. Gyors gépünk van, párhuzamos gépünk, és tudjuk párhuzamosítani a folyamatot, akkor ezzel végül is el tudunk jutni egy olyan állapotba, behúzom ide a legvégéig, ide a legvége felé, ide, és akkor nézzük meg, hogy itt mi történik. Itt már egész jó kezd lenne a történet, nézzük, itt már kezd letisztulni az egész. Itt már csak bizonyos részeket kombinálgat benne, bizonyos részeket próbál átvariálni, és akkor azt látjuk itt egész a vége felé már, hogy most 31.000-nél tartunk az úthosszal, és akkor itt a legvége felé, meg hogyha ezt elhúzzuk, akkor azt látjuk, hogy végül is 30.900-nál ott áll meg a vége. Mert szerencsénk volt, meg kitartóan próbálkoztunk, és lefutott nem tudom hány ezer populáció, és ezt mind végigpróbáltuk. Na hát ez egy ilyen. Következő, amit szerettem volna mutatni, és gondolom, hogy szemléletetes példa, otthon lehet vele játszani többet, hogyha úgy gondolják, hogy értelme van az egésznek, bejön ide a WorldFi-ba, és van egy ilyen, hogy lényeket akarunk létrehozni, mászó lényeket szeretnénk létrehozni genetikus algoritmussal. Hát nézzük meg, hogy itt mi történik. Előbb-utóbb bejön, hogyha szerencsénk van. Igen, meg is jött. Itt megint az a titka az egésznek, hogy az adott problémát, az adott lénynek a mozgását le kell írni egy mesterséges kromoszómává. Hogyha ezt leírtuk, akkor abban lehet változókat generálni random módon. Létre kell hozni egy populációt, ami több egyedet létrehoz, és utána kell tudni, hogy mit tartunk sikeresnek, melyik fajta viselkedést tartjuk sikeresnek. És hogyha ez mind megvan, rá lehet ereszteni a folyamatra, és akkor azt látjuk, hogy valami ilyesmi érdekes dolog tud történni. Perform specific tasks in simulated physical environments. Swimming speed was used to determine survival. Most of the creatures. Megáll egy picit. Az úszási sebesség volt a mérce. Tehát milyen gyorsan tud haladni, ez volt a szempont. Ez minden forgatott rajta, minden részét tudta forgatni, meg annyi része volt, mint a csuda, és az a kérdés, hogy melyik az a struktúra, melyik az a fajta mozgásforma, ami a úszási sebességet fogja növelni. És hát ez volt a keresési cél. És akkor most nézzük meg, hogy itt mi történik vele. From independent evolutions. Some develop strategies similar to those in real life. Once they're evolved, multiple copies of these creatures can be made and simulated together in the same environment. The next group of creatures were evolved for their ability to move on a simulated land environment with gravity and friction. Some simple solutions with just two parts were found. Some seemed like they could use some assistance, while others were fairly efficient, such as this rowing-like behavior. Here is an odd cousin of the previous. A mutation caused him to tumble.
Some creatures evolved to incorporate contact sensors in their control systems. Here is another inchworm-like creature that tends to go in circles. This was actually a creature first evolved for its ability to swim in water, then later put on land and evolved further. A successful sidewinding ability resulted. Here is one with a hopping style. The protrusions on its arms seem to help prevent it from tipping over. This was the fastest, with a successful galloping-like stride. This group was evolved for their jumping ability. This group was evolved for their ability to adaptively follow a red light source. The resulting creatures are now being interacted with. A user is moving the light source around as the creature behaves. This one seems to flail randomly, but somehow still manages to approach the light. Perhaps it is mean to move the goal away just as it arrives. Here is one that has propeller-like fins which are tilted depending on the direction of the light. It can adaptively swim up or down very well. This final group of creatures was evolved for their ability to compete for control of a green cube. The creature closest to the cube at the end of a simulation is the winner. Here, a strategy first arose for simply tumbling towards the cube. Then one learned to block out his opponent. But then later, one learned to overcome the obstacle by climbing over it. Some pinned down their opponents. Some covered the cube with protective arms. Others simply unfolded onto the cube. The success of a strategy is often highly dependent on the opponent. Ha akarják, otthon befejezik, amit szeretnék mondani, hogy remélem szórakoztató ez a dolog. Mert olyan dolgokat lehet csinálni, nem is gondolt az ember, hogy ez hogyan tud menni, és mellesleg ugye nem szakértő irányítja, hanem a random vezet, random search, a random keresgélés. A változókat próbálgatja, és hogyha van hozzá egy ilyen szép vizualizációs környezet, akkor érdekes módon látjuk, hogy milyen jó dolgok tudnak megszületni, és minden bizonyal az élet is valami ilyesmit csinált, kipróbált mindent, minden lehetséget, gondolj csak, milyen érdekes lények születtek itt az elmúlt évezredekben. Aztán, amelyik sikeresnek mutatkozott, az fönnmaradt, meg nem volt sikeresnek, az nem maradt fönn. Mi volt a sikeresség fokmérője? Tudott-e utódot létrehozni? Olyan utódot, ami tovább is utódot. Ami nem tudott, annak véget ért a történelem. Úgyhogy ezért nagyon fontos tanulság, nem szeretnék papolni, de az ember is ennek a folyamatnak a része. Tud utódot létrehozni, akkor a ő története folytatódik. Ha nem tud utódot létrehozni, akkor az ő története nem folytatódik, mert ő hozza magával a történetét az egysejtűtől, és egész eljutott hozzá. Nála van a staféta. Ez a stafétát vagy tudja továbbadni, vagy nem tudja továbbadni. Úgyhogy ilyen. Amit még szeretnék befejezésképpen megmutatni, két példa. Az egyik példa egy nagyon egyszerű példa, de nagyon érthető, ezért szeretnék ezzel előállni. Van egy egyszerű függvényünk. Egy olyan egyszerű függvényben van összesen 5 változó. Az x1, x2, x3, x4, x5 változó. Kevés, ugye olyan egyszerű, mint a fene. Ha azt nézzük, milyen a függvény, az már nem olyan egyszerű, mert ugye ilyen hatványkitevőkön vannak ezek a változók, és ráadásul itt a végén van egy ilyen bonyolult tag is, ami ezeket szummázza, az x-i-ket szummázza négyzetesen egészen 5-ig, mind az 5-ig. Ha ilyen a függvényünk, mint ez, az ilyen függvényeket szokás úgy nevezni, hogy nehezen megoldható függvény, mert nem lehet analitikusan, mert nem tudom venni a deriváltját, mert ez a szummázás dolog, ez megakadályoz benne. Tehát nem tudom azt venni, hogy veszem a deriváltját, az a deriváltnak a nulla érték alapján lesznek a gyökei az egésznek, és akkor megadom, hogy milyen x értékek lesz a minimum a függvény. Nem tudom megcsinálni. Mit tudok csinálni? Keresgetem. Hogyan? Hát valahogy, ahogy tanultuk. Az egyik lehetséges megoldás, hogy populációt építek. Először is az első elem úgy fog kinézni, hogy lesz benne 5 változó. Az x1, x2, x3, x4, ez a rendszer leírás. Egyed az úgy néz ki, egy adott megoldási próbálkozás, hogy lesz benne 5 darab változó, x1-től x5-ig. Csinálok egy populációt, vagy minden változóhoz random generálok bele számokat. Az x1-nek is lesznek random értéke egy csomó, másik x2-nek is így tovább. És a populáció létrejön. Na most, ha van populációm, az, hogy egy egyed az mennyire van közel a nullához, az könnyű, mert behelyettesítem a változókat ebbe a képletbe, és kiszámolom az fx-et. Ez megadja a fitness értékét. Ha kiderül, hogy nincs meg a nulla, hát akkor össze kéne kombinálni ezeket, és itt jön be a genetikus algoritmus. Kiválasztom, ami közelebb van a nullához, azokat átmásolom az újabb populációba, aztán kiválasztom őket szelekcióra, szelektálom őket, keresztezem őket, mutálom őket,
azt előbb-utóbb nézem, hogy megy-e valamerre. Hát ez megy, ez azt mondja, itt vannak az X1, X2, X3 változók, ez azt mutatja, hogy 78.967 generáció után, tehát irodatlan generációszám után, végül is megtaláltuk az X1, az X2, az X3, az X4, az X5 értékét. Hogy? Úgy, hogy kiválasztottuk őket, kombináltuk, mutáltuk, aztán végül is, amikor jó lett az eredmény, azt mondtuk, hogy ez megfelelő, akkor kiolvastuk az X-eket. Hát ilyen a genetikus algoritmus. Befejezésképpen szeretnék egy olyan dolgot mutatni, ami átvezet a következő óránkhoz. Ugyanis jövő héten arról fogok beszélni, hogy a lágyszámítási modelleknek a harmadik lába a neurális hálózatoknál mi a néhány meghatározó elem. Úgyhogy, ha tudnak, jöjjenek el. Most ez a következő demonstráció, ez a kettőt összeköti, ugyanis egy jópofa dolgot akartak csinálni ezek az emberek, és csináltak is elég nagy sikerre. Egy gépi foci játékot játszottak el, úgyhogy a játékosoknak, ezeknek a focistáknak a működését neurális hálózattal valósították meg. Tehát minden egyes focistának az, hogy mit csináljon egy focista, hogy mit csináljon a labdával, meg merre mozduljon el, azt egy neurális hálóval oldották meg. Mint látni fogjuk jövő héten, neurális hálózat egy nagyon izgalmas megoldás, de rengeteg változó van benne, amire fogalmunk nincsen. Ebből adódóan mit csinálunk, meg kell keresünk a változók értékeit. Ha tudnánk a jó változót, igen, köszönöm. Ha tudnánk a jó változó értéket, akkor azt mondhatnánk, hogy nem kell tovább keresgetni, kell alkalmazni. De mivel nem tudjuk, ezért azt kell, hogy meg kell keresnünk a változókat. Erre szerencsére vannak szisztematikus módszereink, de ebbe bejöhet a genetikus, és egy percet szeretném ezt megmutatni, és már is megyünk. Ez így néz ki, és otthon, ha akarja valaki, akkor feje. This video shows the evolution of coordinated behavior of simulated robot soccer players. In the simulation, each soccer player is controlled by a neural network that is processing the data from its local... Jó. Az, hogy ez hogy néz ki, ezt már megértjük jövő héten. Nézzünk bele, hogy ez hogyan is megy az egész történet, és akkor nézzük, hogy hogy megy a szimuláció maga. Hát indul az elején, elég bénák ezek a játékosok, hogy azt mondjam. Össze-vissza rohangálnak. És nézzük meg, milyen lesz a végén. Nézzük meg itt a végén, egész érdekes, olyan, mint hogyha emberek játszanának. Kicsit túlzás. This looks very good. Red is going on. And goal! Na szóval ilyen. Ha valaki akarja megnézni ezeket a javasolt adatot is feltöltöttem az adott címre. Ha tehetik, jövő héten találkozunk. Viszontlátásra!